Ha valaki gyerekkorában olvasott Fekete István, biztosan találkozott Bogánccsal. Nos, Bogáncs a Fekete István Múzeum őrzője. Persze nem az igazi, amelyik az író kutyája volt, de a stílszerűség miatt Bodó Imre így nevezte el kedvenc ebét. Az igazi Bogáncsot elhamvasztották, és hamvait tartalmazó doboz a múzeum egyik relikviája. Bodó Imre egy faluban született Fekete Istvánnal, és innen az indítatás, hogy őrizze és gondozza az egyik legnépszerűbb magyar író emlékét. 1964-ben már tagja voltam a görlei Hunis Máté szakkörnek, és tulajdonképpen itt tudtam meg, hogy Fekete István ugye a mi falunkban született, és karácsonyra kaptam ajándékba a szüleimtől a Kópányig a Testamentuma című könyvet, és utána megtudtam a volt gyerekkori pajtársaitól, akiket még ismerhettem, hogy a falunkban született Fekete István, és úgy elgondolkodtam, milyen szépen írta az akkori egyszerű emberek életéről, és úgy gondoltam, hogy az ő emlékét nekem kell ápolnom. És hát mikor ide kerültem Dombóvárra, ugye pár év múlva megtudtam, hogy az édesapja itt született, aki Göllében volt kátortanító, Fekete Árpád, és itt született 1863-ban, akkor elhatároztam, hogy megnyitom a Fekete István emlékszobát. Eznek a kis múzeumnak az első terme volt, 1995. június 24-én nyitottuk meg, 23-án volt az író halálának 25. évfordulója, a születésének a 95. évfordulója, és ugyanabban az évben volt. És úgy gondoltam, hogy mint Dombóvár város első látogatható közgyűjteményét megnyitom, és hát ez hál' Istennek sikerült. A gyűjtemény az évek alatt szépen bővült. Vannak itt könyvek, kéziratok, és az író személyes tárgyai is. Ugye használati tárgyai, a pipája, itt van a cigarettatartója, a vadászigazolványa, az igazolványa, útlevele, a húnak a teljes kézirata, az Amnestia címet viseli vegyeskötet, Kópányig a testamentumnak a filmforgatókönyve, aztán rengeteg fénykép, festmény van az íróról, és én úgy igyekszem ezeket előadni, hogy a gyerekek számára is elfogadható élmény legyen, nem csak a felnőtteknek szól ez a múzeum, nagyon sok gyermekcsoport jár ide, és én igyekszem átadni azt a tapasztalatot, tudást, amit én szereztem. Hát természetesen az író özvegye, az Edith néni, akivel 18 évig leveleztem, nagyon sok mindent adott nekem ajándékba, fényképet, dedikált könyveket, használati tárgyakat, például az utolsó tolla is nálam valamivel utoljára írt Fekete István, ceruzái, tehát én igyekszem azokat az anyagokat átadni, illetve megismertetni az ifjúságot ezzel a hatalmas anyaggal, ami itt található. Természetesen mindent nem lehet bemutatni, mert ugye a fénytől is kell védeni őket, az eredeti kéziratokat nem tudom bemutatni, de aki kíváncsi rá, ugye rengeteg szakdolgozat, diplomadolgozat is készült itt, hát természetesen nekik, akik ilyen szándékkal jönnek felsőfokú intézményben tanulóknak, megmutatok mindent. Bodó Imre elhivatottsága olyan erős, hogy saját családi háza kertjében emeltetett szobrot Fekete Istvánnak. Tulajdonképpen az életemet jelenti, mert én rááldoztam az életemet erre, hogy a Fekete István író emlékét és munkásságát ápoljam. Mint említettem, 10 éves koromban már tudtam, hogy ő kicsoda, és hol született, és engem az ragadott meg, hogy ugyan 10 éves korában elkerült Gölléből Kaposvárra, városba, de mindig szívesen járt vissza, és amikor tehette, csak a szülőfaluláról írt nagyon szép történeteket, és általában az igazságot írta meg, esetleg a szereplők nevei változtak, már nem mindenkinek emlékezett a nevére, de maga a történet mindig igazult, és engem az ragadott meg, hogy nagyon szerette a szülőfaluját, a szülőmegyét, Somogyot, és hát az egész Magyarországot, magyarságot, és ő egy nagy magyar volt, és én az első környezet és természetvédőnek tartom, aki igazán tett is azért, hogy ez a környezetünk megóvódjék, megmaradjon. Bodó Imre nagy gyűjtő. Nem csak Fekete István relikviákat gyűjt, hanem például malomköveket vagy paraszti eszközöket is. Emellett igazi népművelő is. A kitüntetés indoklásában e munkát is elismerte a jutalmazó.